mintha a mesevilágba csöppent volna a látogató. Olyan érzés megérkezni a Cégény Dányádi Kendekúria parkjába, amelynek közepén, mint egy korona, ott magasodik a csaknem 200 éves épület. Az építtető, Kende Zsigmond báró, lelkes, növényszerető és növénygyűjtő ember volt. Az építkezés helyszínének kiválasztásakor sok egyéb szempont mellett nagy hangsúlyt kapott a természeti környezet. Az egykori Szamos ártér őshonos tölgy, kőris, szíl állományát alapul használva, idős fáit, cserjéit megőrizve, angol tájképi stílusban kezdődött el a park kialakítása. Ekkor még a több mint 50 hektáros parkba főleg lomlevelő fák kerültek. Platánok, vérbükk, mocsártölgy, babértölgy, tulipánfa, egylevelű körisfajokkal gazdagította a fászállóakat. Nagy részük a mai napig megtekinthető. Kétség kívül egyik legterebélyesebb, legszebb példányuk a kastély mögött látható, több mint 7 méteres törzskerületű platán. Az öreg hölgy, mert hogy így hívek a körülbelül 185 éves fát, 39 méter magas, és 2018-ban gondos állagfelmérés után helyezték biztonságba. Kende Zsigmond unokája a 20. században folytatta a gyűjteményes kert bővítését. Figyelme a tűlevelőek felé fordult. A kiterjedt park fejlesztésekor a kertépítő az őshonos virágos növények megőrzésével és újak betelepítésével tette színpompássá gyűjteményét. A gazdag és háborítatlan növényegyüttes vonzza a ritka állatfajokat is. Az egyik sima fenyő csúcsán több évtizede fészkel egy hollópár, a platánok kiodvasodott törzse csókáknak nyújt költőhelyet. A fekete harkály hangos kiabálása mellett hallható a jóval csendesebb hamvas küllő elhalló hangja is. Denevérfajok közül nem ritka a fokozottan védett csonkafülű és a folyó mentén vadászó tavidenevér. A védett növényes állatfajok a gondosan összeállított fa és cserje gyűjtemény indokolta, hogy a kor jeles szakembere, Jáborka Sándor akadémikus, 1959-ben kezdeményezte a terület védetté nyilvánítását. Azóta közel 15 hektáros Natura 2000-es terület országos védelem alatt áll, és a Hortobágyi Nemzeti Park fenntartásában működik. Visszatérve a park közepén álló kúriára, azt a Szamos folyó közvetlen szomszédságában, árvízi szempontból mégis biztonságos magas partra, az úgynevezett Gorondra telepítette Kende Zsigmond, Szatmár megyei alispán. Az 1800-as évek elején elkezdett építkezés sem helyszínében, sem szándékában nem előzmények nélküli. Ugyanis az ősi és korabeli dokumentumokban említett Kende kastély is a közelben állhatott. Bár ennek pontos helyét, formáját nem ismerjük. A gondosan megtervezett építkezés több fázisból állt. Jelenlegi alakját a soron következő bővítések alkalmával nyerte el az 1900-as évek elején. A kúria egyik legnagyobb terme a szalon, amelyben jelenleg a nemesi életmód jellegzetes tárgyait ismerhetjük meg. Középen az épület makettje látható, amelyen különböző színekkel jelzik, hogy melyik egysége mikor készült. A szalonban különleges pipagyűjteményt és a 19. század hangulatát idéző bútorokat lehet megcsodálni. Tőle jobbra helyezkedik el a konyha, amely a gasztronómia 200 évvel ezelőtti világába kalauzol el bennünket. A nemesi kúriákban mindig a falu legügyesebb háziasszonya főzött.
aki minden fogást előzőleg megbeszélt a ház úrnőjével. A cselédek ezek elkészítésében segédkeztek. Mindig a ház asszonya hozta az új recepteket, így a levesek mellett a szószok, főzelékek elkészítésének fortéjai nem csak a kúriákban, hanem a falusi konyhákon is elterjedtek. A szalontól balra nyíló szobában az építtető Kende Zsigmond és Kölcsey Ferenc kapcsolatáról lehet érdekes részleteket megtudni. A reformkor meghatározó költője a közeli Szatmárcsekin fejezte be 1823-ban a himnuszt. Számtalan alkalommal kért segítséget hivatalos ügyeihez a rokonától, a szatmári alispántól, Kende Zsigmondtól. Ugyancsak ebben a teremben látható a középkori hangulatot árasztó lovagi páncél, valamint a terület régészeti feltárásakor előkerült leletek egy része. A Kende kúria kezdetektől fogva az ősi család birtokában volt. Folyamatosan fejlesztették, a kor igényeinek megfelelően bővítették, alakították át. A II. Világháború végével aztán a család több tagja külföldre menekült, az épület pedig állami tulajdonba került. Ezt követően a fejlesztéseket nem annyira a stílushűség, mint inkább a funkcionalitás vezérelte. 1950-től iskola volt, majd 1958 után állami gyermeknevelő otthon egészen a 2000-es évek elejéig. Termeit átalakították, felosztották. Ebben az időszakban jelentősen leromlott az állapota. Ezeket a fotókat a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai készítették akkor, amikor 2014-ben elkezdődött a felújítása. A pince szinten a Kádár korszakban vizes blokkokat és konyhát alakítottak ki. Emiatt elvizesedett az épület alapja. Csak utólagos vízszigeteléssel tudták megóvni az évszázados falakat az enyészettől. Sok minden változott a felújítás után az épületen, de van, ami nem. A park felől érkező látogatókat például századok óta Kölcsey Ferenc 1833-ban írt négy soros disztihompárja fogadja. Alkot a munkás kéz engem, s a szőke szamosnak, partjain a költő látvala, s zeng felém, ház, örökülj, s vidám békével tarts a döletben, gazdád, s gyermekeid, s hív unokái sorát. Az ősi kendefészek 2016-ban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, és a gondos kivitelezés eredményeként megszépült épület a bemutatás, az ismeretterjesztés, a környezeti nevelés és a kulturális élet színtere lett. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.